Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy Avalon jóslás rúnával. Ez a felvétel egy személyes jóslás Méhecske részére. Kedves Méhecske, te ezt a jóslást kérted tőlem, Avalon jóslás a rúnákkal. Itt, ennél a felvételnél használom ezeket a kártyákat, de ezek a rúnák, ezek nem mások, mint korábban a betűk. A magyar nyelvben is van egy ilyen régi írás, hasonló a rúnákhoz. Én mutatnám is, tehát ilyen betűket, régi betűket jelentenek. Érdekes az is, hogy a német nyelvű területen a betűt buchstábénak nevezik, és az a Buchholz vagy a Buchefa jelentését jelenti, mert korábban erre a fára írogatták ezeket a betűket. Tehát ez a név, buchstábe, ez a rúnákból ered. Egy régi írás, hasonló, mint a magyar nyelvben is. Nos, az a lényeg, hogy most ennél a jóslásnál megnézzük azt, hogy őt mit foglalkoztat, mik a gondolatai, mik az érzelmei veled kapcsolatban, és megkérdezzük a rúnákat. Itt ez a három kép, itt ez a felső három kép mutatja az ő gondolatait. Az első kártya, mint ahogy a képen látható is, ez egy tánc. Ez egy öröm, az életnek a tánca. Ha te jelentkezel nála, vagy ha ti találkoztok, akkor jön egy örömteljes fordulat, és mindketten szabadnak érzitek magatokat, mint ez a lepke itt szimbolizálja, ezt a könnyűséget, ezt a vidámságot. Ide teszem ezt a rúnát ehhez a képhez. A következő mutatja az ő erejét, az ő belső erejét is, és ez a találkozás, ez a megújulás kettőtök között erősíti őt. Neki lesz bátorsága ahhoz, hogy döntéseket hozzon. És ide teszem ezt a rúna követ. A harmadik kép, ami még a gondolatait szimbolizálja, itt látható, itt felül ez a szárnyas ló, ezt ismerjük a klasszikus görög mitológiából, nem más, mint Pegázus. Ez a csillag kép, és Pegázus szimbolizálja a megújulást, átteszi magát a félelmeken, és ez a szárnya, a lónak ez a szárnya, ez mutatja a könnyűséget. Neki még vannak félelmei, időre van szüksége, amíg döntéseket hoz, de lezárja a múltat, felszabadultnak érzi magát, érzi ezt a könnyűséget, ezt a táncot kettőtök között, és hozzád fog fordulni. Ez a szárnyas ló, ez utal a megújulásokra, felszabadultnak érzi magát. De még vannak félelmek, ugyanúgy, mint Pegázusnak is voltak félelmei. Itt az alsó kártyáknál láthatjuk az ő érzelmeit. Ez a kép utal egy életútra, egy új életszakaszra és egy irányba. Itt fontos az, hogy ő egy új irányt válasszon.
az ő élete megváltozott azóta, amióta kapcsolatotok van. Te mutattál neki egy új irányt. Neki még van egy pár kapcsolata, de abból ki fog lépni. És az új irány itt, ami mutatja az északi sarki csillagot, az azt jelenti, hogy lesz számotokra egy új kezdet, és ezt ő érzi is. Irányváltozás. Itt ezen a képen láthatjuk ezt a házat, meg a kertet is. Itt anyagiakról van szó. Az előfordulhat nála, hogy szüksége van a biztonságra, az anyagi biztonságra is, és lehet, hogy emiatt még marad egy ideig ebben a párkapcsolatban. Fehúnak hívjuk ezt a rúnát, és mutatja az anyagiakat. És ő érzi azt, hogy ez köti még őt. De mi fog történni? Itt az ő sorsáról van szó. Ez a kép utal a napra is, szóvilló rúna, és az szimbolizálja a napot. Itt kivilágosodik minden, lesz nála ez a belső erő, és itt ez a sárkány a háttérben szimbolizálja az ő félelmeit, vagy ezt a hölgyet, akitől fél is a háttérben, de ő itt győzni fog, átlép a félelmein, és komoly döntéseket hoz, a ti párkapcsolatotok napfényre kerül, és ezt ő érzi is, mert itt az érzelmekről van szó. Te itt vagy ennél a jóslásnál, és van szimbolikusan itt egy vár. És te el szeretnéd érni ezt a várat, ezek a célok. Milyen lépéseket kell, hogy tegyél, hogy eléld a céljaidat, hogy éld az álmaidat. Az első rúna itt, Manász, az mutatja a napot és a holdat. A nap szimbolizálja a férfias energiát, a hold szimbolizálja a nőies energiát. Itt te vagy a hold, a nap pedig ő, mint ahogy itt is látható. És itt kialakul köztetek egy párkapcsolat, mert ő a te lelki társad, és senki nem tud elválasztani benneteket. Itt lesz egy megújulás, mint egy születés, egy új kezdet, egy új irány, de mire kialakul egy tartós kapcsolat kettőtök között, és együtt éltek, az eltarthat egy ideig. És mutatja ez a róna itt, Berkána, itt van a betű hozzá, az új kezdetet, egy megújulást, és itt születik valami, ami szimbolizálja köztetek ezt a párkapcsolatot. A cica itt van az ajtó előtt, ezt bizonyára hallod itt ezen a felvételen. Tehát itt lesz egy új kezdet, egy születés, a párkapcsolat kialakul köztetek. Itt ez a kártya, vagy rúna mutatja a nyitottságot arra, hogy legyen egy új kezdet. És ebben kell, hogy bízzál. Itt a tűz eleméről van szó. Az egyik megvilágosít valamit, ez a jövő, ez a te álmod, ez a párkapcsolat köztetek, a másik pedig eléget valamit, elégeti a múltat, nem azt, ami vele kapcsolatos, hanem a házasságodat például, vagy a félelmeidet. És itt lesz egy új kezdet, itt lesz egy jövő, ebbe kell, hogy bízzál.
Ha te ebben hiszel, akkor eléred a céljaidat, eléred ezt a várat. Most megkérdezném az ingát. Szeret ő téged? Igen, nem, vagy talán. Amennyiben az inga jobbra fordul ki, akkor az azt jelenti, igen, ő szeret téged. Amennyiben az inga balra fordul ki, az azt jelenti, hogy ő nem szeret téged. Amennyiben az inga megáll, akkor megállnak az események, és nem lehet tudni, hogyan tovább. Az inga válasza, igen, ő szeret téged. Kedves méhecske, így tudtam megválaszolni a kérdésedet. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!